A Mi Hazánk mozgalom célja, hogy a legfelkészültebb ellenzéki párt legyen a júniusi önkormányzati és európai parlamenti választások során. Hogy mit is jelent ez, és hogy milyen aktuális problémákat kell megoldani minél előbb országos és régiós szinten, arról a párt alelnökét, országgyűlési képviselőjét, Apáti Istvánt kérdezem. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket. Na hát akkor vágjunk is bele, hogy mik azok az igazán aktuális és húsbavágó kérdések, amire a Mi Hazánk mozgalom nagy hangsúlyt fektet a kampány során. Először a megye, vagy a vármegye, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nehéz helyzetéről beszélnék. Itt gyakorlatilag címszavakban haladva kiemelném egyrészt a munkahelyteremtés fontosságát, a munkakörülmények és kiemelt súllyal a munkabérek javításának, növelésének fontos célkitűzését. A megye különösen nehéz egészségügyi helyzetének szabad szemmel is jól látható mértékű javítását, de valljuk be őszintén, sokszor a meglévő ellátási szint megtartásáért is, ha úgy tetszik, politikai közelharcot kell vívni. És hát ide sorolható szintén nehéz helyzetben lévő oktatás, illetőleg annak a hangsúlyozása, amit persze ellenzékből egyelőre a kommunikáció, az ötletfelvetés és a probléma megoldási javaslat szintjére tudunk elvinni, hogy teljes evolúciós, gazdaságevolúciós zsákutcába vezeti az országot a kormányzat, egyébként országos szinten és megyei szinten is. Sőt, itt rögtön mondanám a szomszéd vármegyét, Hajdú-Bihar vármegyét, hiszen Debrecen környéke, Nyíregyháza környékével együtt úgy látszik, hogy akkumulátorgyár lerakattá válik, és egyszer már eljátszották velünk az elmúlt mondjuk 80-90 esztendő, vagy az elmúlt 100 éven belül, hogy iparosítani akarták erőszakosan az országot és a megyét. Ugye emlékszünk erre, a nagyon rossz emlékű vas és acél országába akarták tenni Magyarországot. Ez különösen Szabolcs vármegyében egy óriási tévedés és zsákutca, hiszen nem kell hozzá egyetemi diploma, hogy meg tudjuk állapítani, hogy Isten adta, mezőgazdasági adottságokkal rendelkezünk. Éppen ezért a Mi Hazánknak az a javaslata, hogy mezőgazdasági feldolgozóipart kellene telepíteni országszerte, és különösen ebbe a megyébe is, hiszen ez egy fellegvára lehetne ez a megye ennek az országnak. Gyakorlatilag az itt megtermelt alapanyagokat helyben feldolgozva, részben belföldön, részben külföldön értékesítve lehetne érdemi profithoz juttatni. Egyrészt a költségvetést, másrészt azokat a gazdákat, akik sokszor a látszat csal alapon egyáltalán nincsenek olyan jó helyzetben, mint hogy esetleg a külvilág hiszi, és sokszor élethalálharcot vívnak a megélhetésért, hiszen a 2020-as COVID nevű világprojekt óta olyan körülmények következtek, olyan körülmények álltak be, különös tekintettel az inflációra, oly mértékben megnőttek az input anyagok árai, megdrágult a gázolaj, megdrágult a vegyszer, a műtrágya, sokszor a silány minőségű is, és oly mértékben megnövekedtek a munkabérek, ehhez képest pedig a felvásárlási árak alig változtak, hogy egyre kisebb haszonért tudnak dolgozni a magyar gazdák, egészen a, mondjuk a megye keleti szegletétől Nyíregyháza környékéig bezárólag, legyen az zöldséggyümölcságazat, szántóföldi kultúra vagy állattartás, már amennyi állattartás még megmaradt, azt látjuk, hogy nagyon komoly nehézségekkel küzdenek. Az is egyértelmű, hogy Németországban ez hol vezetett, hiszen Németország most már olyan mértékben sanyargatja a gazdákat a globalista terror jegyében, hogy az ottani gazdák példamutató módon kivonultak az utcákra, és a saját kezükbe vették a sorsuk irányítását és a jövőjük megmentését. Jelzem, hogy ide bekapcsolna a vészcsengőt a magyar gazdák, a szabolcsi, a szatmári és a beregi gazdák számára is, hiszen folyamatosan minden egyes lépéssel abba az irányba haladunk, hogy az agráriumban is néhány globális nagyvállalat, agrár nagyvállalat maradjon csak állva, és legfeljebb beszállítók vagy megtűrt inasok legyenek a nemzetállamok gazdálkodói. A megye túlélésének kulcsa az agrárium és az erre települő mezőgazdasági feldolgozóipar. Minden ezzel ellenkező erőszakos iparosítás, főleg a kínai multik, a kínai akkumulátorgyárak szolgálatú kiszolgálása, az hosszú távon teszi tönkre Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, arról nem beszélve, hogy döntő többségében, és ezen is felemeljük a szavunkat, a vendégmunkás behozatal történik, és az sem igaz, hogy csak olyan munkahelyekre, ahol nincs magyar munkaerő, országszerte jellemző, és valószínűleg Szabolcs megye se lesz, vármegye se lesz ez aló kivétel, hogy a státuszban lévő magyar munkavállalókat is egyre több helyen kirúgják, és bangladesieket, pakisztániakat, indiaiakat,
filippinókat, meg ki tudja még, hogy milyen országból kiket hoznak ide, annak érdekében, hogy ők végezzék el ezt a munkát. Ennek az lesz a vége, hogy megtörténik először a Magyarország és a megye foglalkoztatási térképének átrajzolása, aztán pedig történik egy csendes, vagy nem is annyira csendes lakosságcsere, hiszen ezzel párhuzamosan egyre többen fognak a megyéből és az ország más szegletéből Nyugat-Európába vándorolni, miközben beáramlik az a harmadik, negyedik világbeli embertömeg, amely idegen kultúrájú, amely nem beszél magyarul, és nyilván mi sem beszéljük ezeket az igen ritka nyelveket. Rohamosan fog romlani a közbiztonság, továbbá a közlekedés, az egészségügyi infrastruktúra nem tudja lekövetni ezeket a növekményeket. Gondoljunk abba bele, hogy a Nyíregyházától nem túl távol fekvő Debrecen lakosság száma hamarosan 300 ezer fölé fog nőni. Első lépésben 22 és 50 ezer közötti lakosságszám növekedésről beszélünk, képtelenség ehhez igazítani a város infrastruktúráját, ez egyébként Nyíregyházára áthúzódó hatással is lesz. És csak halkan jegyezném meg, hogy ami történik Nyíregyháza környékén is, akkumulátorgyár ügyben, az szorosan összefügg azzal, hogy kimondva vagy kimondatlanul a kínai hitelfolyósítás feltételeül szabott akkumulátorgyár telepítés történik. Ha bevallja a kormányzat, ha nem, egyszerű a megközelítés, akkor lesznek kínai hitelek, ha jöhetnek a kínai beruházások, hiszen súlyos forráshiány van, és igen nehéz helyzetben van a költségvetés, sokkal nehezebben, mint ahogy arról a kormány meghatározó emberei beszélnek. A Mi Hazánk mozgalomnak mennyire konkrét a programja ezekre a nagyon súlyos problémákra, amiket megfogalmazott? Nagy képviség nélkül, figyelj nekem, mindenkit, én nem akarok nagy képüsködni. Nagy képviség nélkül, de kell önbizalommal, ott tartunk, hogy szinte nekünk van erre programunk. Amennyire egy ellenzéki párt megteheti azt, hogy felveti a problémákat, felismeri a problémákat, és nem csak arról beszél, amit egyébként sok tisztességes magyar ember magától is tud, hanem a sokkal nehezebbet, a megoldást is tudná, hiszen mindig az a nehéz, hogy könnyű felvetni, könnyű elmondani, hogy mi a baj, mi nem jó, mit kellene másként, de az, hogy hogyan, milyen módon kellene másként kormányozni ezt az országot, azt már sokkal kevesebb ellenzéki párt mondja el. Baloldalon általában hiányzik is ez az ötlet, ők eljutnak az Európai Egyesült Államok gondolatáig, meg nem tudom, valamilyen árnyék kormányzásig, de apró pénzre váltva már nem tudják azt elmondani, hogy például az akkumulátorgyárak helyett mit akarnának. Én jelzem, hogy semmit. Elmondani? 3 percünk maradt, hogy el tudnám mondani, hogy mi a konkrét elképzelése például az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos megoldásra? Ezt már egyébként az előzőekben kiveséztem. A mezőgazdasági feldolgozó ipari üzemeket telepíteni az akkumulátorgyárak helyett, ez az egyik. A másik pedig a magyar költségvetési forrásokat, mert jelzem, hogy van pénz, és sokkal igazságosabban, sokkal több mindenre jutna, ha a korrupció feneketlen zsákjában nem tűnne el. Nem állítom azt, hogy egyik pillanatról a másikra a svájci egészségügyi ellátást tudna biztosítani a Mi Hazánk mozgalom, de hogy a korrupció jelentős megfékezésével, és mondjuk a kormányzati propagandától és egyéb haszontalan tevékenységektől, amely csak egy szűk kör érdekét szolgálják, átcsoportosítanánk a forrásokat az egészségügyre és az oktatásra, akkor minden évben egyre több és egyre nagyobb lépést tudnánk tenni, vagy egyel több és egyre nagyobb lépést abba az irányba, hogy színvonalasabb egészségügyi ellátás és színvonalasabb oktatás legyen a megyében. Hát, hogyha a fontossági sorrendet a Mi Hazánk úgy állítaná fel, ahogy arra a Fidesz és a baloldal az elmúlt 33 évben képtelen volt, akkor már önmagában ezzel egy nagy lépést tennénk előre, illetőleg megállítanánk a vendégmunkások behozatalát, és a forrásokat abba az irányba használnánk fel, hogy lehetőleg minél több ember tartsunk itt az országban, akik nem mentek el, azok lehetőleg maradjanak itt. Induló vállalkozások támogatása, adómentességgel, adókedvezményekkel, nem a nagyvállalatokat kellene támogatni, hanem azokat a mikro, kis és középvállalkozásokat, akik körülbelül a haldoklás stációjában vannak, vagy éppen most kezdenek a működésüket. 20 millió forint körül összeget fordítottak a 2015-i kormányok egy multinál egy munkahely, egy állás, egy státusz megteremtésére. 26 millió körül van a 2010 óta kiszámolható éves átlagos fejenkénti összeg. Magyarán az Orbán kormányok többet fordítottak egy multi álláshely teremtésére, mint a 2010 előtti szélső baloldali kormányok. Hát ezeket a forrásokat át kellene csoportosítani a magyar vállalkozásokhoz, és a nemzeti tőke és osztály megteremtését akár még jól is lehetne csinálni. A Mi Hazánk, hogyha erre ügydöntő hatáskör lenne, úgy csinálná,
az élni és élni hagyni jegyében, hogy szétteríteni a lehetőséget az előbb elmondottaknak megfelelően, amely nem is feltétlenül jogalkotás, hanem egyszerű pályázati kiírás kérdése, hogy az adott esetben megmenekülés jelentő működési forrásokhoz és fejlesztési pénzekhez, legyen az kisebb összeg, vagy akár jelentősebb összeg, a pályázati kiírás megszövegezése szintjén is hozzá tudjanak férni azok a kis vállalkozások, akik már el sem olvasnak egy ilyen kérdést, úgyis tudják, hogy testre szabott és csak Fidesz közeli vállalkozók kaphatják meg, hiszen arra kellene végre rájönnie a magyar kormánynak, hogy bár mondom, akár szép gondolat is lehet a nemzeti tőkés osztály megteremtése, és akár lehetne jól is csinálni, de 5-6 vagy 7-8 fő, még az általános iskolában sem osztály, nemhogy össztársadalmi szinten, nem egy helyre csoportosítani évente több ezer milliárd forintot, hanem ezt széteríteni. Higgyék el nekem, hogy Máté Szalkától Sopronig sokkal több tisztességes magyar ember maradna itt, sokkal több vállalkozás maradna talpon, sokkal több új vállalkozás kezdené el a működését. Ahelyett, ami most történik, hogy vendégmunkásokra lecserélik a magyar vállalkozókat, és elsősorban ugye a magyar munkavállalókat. Tehát megvannak azok a konkrét megoldások, amelyeket alkalmaznánk. Az a kérdés, hogy első lépcsőként a június 9-i választásokon tudunk egy olyan lendületet venni, amely 2026-ig kitartván mondjuk odáig eljut, hogy megkerülhetetlen tényezővé válik a Mi Hazánk mozgalom. Ha ez megtörténik, ha ezt a következő 2-2 és fél évben, most csak egy kicsit előre szaladok 2026-ra is, sikerül megvalósítanunk, akkor úgy hiszem, hogy érdemben is tudunk javítani Magyarország és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye egyre nehezebb helyzetén. Képviselő úr, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk. Köszönöm a lehetőséget.